pontról a pikkelyt úgy érdemes leszedni, hogy a pikkely toppal együtt vesszük le. Sokan fogják, lepikkelyezik, így a pikkely tok ott marad. Viszont, hogyha filéző késsel, vagy valami csontozó késsel innen hátra az ember benyúl, akkor a pikkely tokokat simán el lehet vágni. És még csak nem igen élesnek sem kell lenni a késnek, mert aránylag könnyű megoldani. És akkor a szélein ott végigvágja az ember. Viszonyoknál is, nem a hasánál is. És akkor egyszerre le lehet fejteni az egészet. Hogy nem pattog a pikkely. Ezzük simán, ott pattog mindenfele. Ezt még a konyhába meg lehet csinálni. Úgyhogy egy-két pikkely megy csak le. Gyere. Gyere. Sokan mondják, hogy a ponty iszapizű, azért iszapizű, hogy a pikkely tokokba az iszap beül, és azt én most fogom és levágom, úgyhogy így még nem volt egyszer se iszapizű a ponty. És ennyi az egész, így egybe lejön róla. Gyönyörű szép lett az egész. Ugyanezt a másik felén is megcsináljuk.